Kezdet csókolom, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Hadd kezdjem néhány ténnyel. Pont egy olyan pedofil segítőnek adott kegyelmet Novák Katalin, aki ismerős volt Felcsúton, és számos alkalommal mutatkozott együtt Orbán Viktor öccsével is. Az Orbán kormány korábban pont ennek a pedofil ügynek az elkövetőjét részesítette magyar bronz érdemkeresztben, ahogy pont ugyanez jutott eszébe a Tarlós István vezette fideszes fővárosnak. A Novák Katalin által kegyelemmel kiengedett pedofil segítőt korábban pont az Orbán család céges ügyvédje képviselte a bíróságon. Novák Katalin tavaly nyáron pont abban az erdélyi faluban Zabolán nyaralt, ahonnan az általa kegyelemmel kiengedett K. Endre származik. Pont ez az erdélyi település kapott korábban 1 milliárd forint támogatást az Orbán kormánytól, természetesen a magyar adófizetők pénzéből. Senki ne akarja velünk elhitetni, hogy ez mind-mind véletlen lenne. Ennyi véletlen a világon nincs, ezek az összefonódások az Orbáni pedofil hálózat működésének a bizonyítékai. A Demokratikus Koalíció szerint már a világos, hogy az Orbán rendszer a legmagasabb szinten fedezi, mosdatja, menti fel és tünteti ki a fideszes pedofilokat. Így történt ez a Sándor palotában, így történt ez az igazságügyi minisztériumban, és így történt ez a fideszes fővárosi vezetésben is, ahogy valószínűleg az államigazgatás minden szintjén. Ez azt jelenti, hogy ma az Orbán rendszer és az általa működtetett Orbáni pedofil hálózat jelenti a legnagyobb veszélyt a gyerekekre. Ahhoz, hogy megvédjük őket, ezt a rendszert kell leváltanunk. Az elmúlt pár hétben nagy vonalakban már kiderült, hogy hogyan is működik az Orbáni pedofil hálózat, és hogyan mosdatja ki a fideszes pedofilokat. Az egyik segít eltusolni a bűneiket, a másik kitünteti őket, a harmadik az elnöki kegyelmükért lobbizik, a negyedik és az ötödik aláírja. A főnök meg jóvá hagyja. Így zajlott ez V. János és K. Endre ügyében is, és csak egy dolog biztos, hogy amit látunk, az csak a jéghegy súcsa. Tehát még egyszer mondom, senki akarja velünk elhitetni a pedofil üggyel kapcsolatban, hogy a számtalan összefonódás, az egymást mosó kezek, a számos érintett magasrangú fideszes politikus mind csak a véletlenek furcsa összjátékának eredménye lenne. Ennyi véletlen ugyanis a világon nincs, ezek az Orbáni pedofil hálózat működésének a bizonyítékai. A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán rendszer a legmagasabb szinten fedezi, mosdatja, menti fel és tünteti ki a fideszes pedofilokat. Így történt ez a Sándor palotában, így történt ez az igazságügyi minisztériumban, és így történt ez a fideszes fővárosi vezetésben is, ahogy valószínűleg az államigazgatás minden szintjén. Ez azt jelenti, hogy ma az Orbán rendszer és az általa működtetett Orbáni pedofil hálózat jelenti a legnagyobb veszélyt a gyerekekre. Ahhoz, hogy megvédjük a gyerekeket, ezt a rendszert kell leváltanunk, méghozzá a pedofil hálózat fejével, Orbán Viktorral együtt. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezét csókolom, viszontlátásra!